Megismerkedtünk az intent fogalmával, most nézzük is ezt meg a gyakorlatba. Egy olyan alkalmazást fogunk készíteni, amely nem csak egy activity-ből, hanem kettőből fog felépülni. Lesz egy main activity amelyel az alkalmazásunk elindul, majd rajta elhelyezünk egy gombot. Ez az alkalmazás a gomb klik eseményére egy intentet fog küldeni az Android OS-nek, és a borítékba pedig azt fogjuk írni, hogy kedves zöld robot, a second activity tehát a második activity-t indítsad el. Ő tovább fogja kézbesíteni ezt az intentet a megfelelő alkalmazás komponensnek, amely ugye ebbe az esetben a második activity lesz, amit létrehozunk, és meg fog jelenni a készülékünkön a második activitynek nek a útja. Ezen elhelyezünk egy gombot, egy back gombot, ami be fogja csukni ö, ezt a második Activity-t, és visszakerülünk a Main Activity-re. Tehát ezen a feladat, ezt fogjuk elkészíteni. Kezdjünk is hozzá. Indítsuk el a Visual Studio-t. Én ezt már megtettem, betöltődött. Hozzunk létre egy új projektet. Android Application. A neve pedig legyen sandroid.com. Two Activity. Előkészíti a Visual Studio projektet. Itt is vagyunk. Gyorsan nevezzük is át az Activity 1-et, Main Activity 1-re, ez lesz a fő Activity. Be van állítva, hogy ő legyen ugye elhelyezve a launcheren. Hozunk egy másik Activity-t létre, Activity, legyen a neve az, hogy Second Activity. Így, ni. itt is írjuk át a nevét már most, hogy Second Activity, csak hogy egyértelmű legyen, ugye ez lesz a fejlécbe a címe az activity -nek. Készen is vagyunk. Most pedig létre kell hozni a layoutot, ugye van egy main layoutunk, de most a Second Activity számára is létrehozunk egy Android layoutot, ennek a neve legyen az, hogy Second Layout. Remélem nem lesz zavaró a sok Second elnevezés, de talán így egyértelműbb lesz, hogy mi mivel kapcsolódik, hogyan épül föl az Android alkalmazásunk. Ugye ezek alapozó videók, majd később sokkal komolyabb alkalmazásokat is el fogunk készíteni. Jó, ezen elhelyezünk egy text view-t, használjuk a toolboxnak a kereső lehetőségeit, és hát ugye ahogy mondtunk, egy batont is rádobunk erre a léja utra. Itt is vagyunk, menjünk a forrásnézetbe, és akkor pofozzuk ki a kódunkat, ezt a text view-t nem akarom elérni a kódból, ezért ezt az id-t kitörlöm. Én csak annak adok id-t, amivel dolgozni szeretnék a kódból. A text részét pedig nem égetjük be, hanem kitesszük előfordásba. kuka string, ez lesz a second text. Itt van ugye a gombunk, ez lesz a second button, ezt el akarom élni kódból, ez fontos, és neki is lesz egy felirat, hogy kukac, string per second button text, tehát ez lesz a buttonnek a felirata, mentjünk, hozzuk létre ezeket a stringeket, jó, mert hát ezt lemásolom még egyszer, így ni, azt mondja, hogy az első lesz az, hogy second text, az értéke pedig legyen az, hogy second activity, azaz a text, jó, ezt a szöveget fogja megjeleníteni. Mellette van az, hogy second button text, ez lesz a gombon. Ugye a második activity vissza szeretném menni a fő activityre, re ezért a felirata az lesz, hogy Back. Oké. Okay. Hát, ha már itt vagyunk, elkészítem a Main Activity-nek is ezeket. Lesz egy olyan, hogy Main Text, meg egy Main Button Text, és akkor azt mondjuk, hogy ez a Main, activity, ez pedig az lesz, hogy start, second activity. Tehát ő pedig ezt fogja kiírni, még átírom az alkalmazásunk nevét, Sandroid 2 activity, és ha mentünk egyet, akkor majd meg fog jelenni ez a design nézetbe is, Ctrl-K-D-vel a végén, Nézzük meg, tehát a second layoutot meg is jelent, tehát a text view ezt fogja megjeleníteni, és a back gomb is megjelenik, tehát ugye a back felirat megjelenti, tehát ezzel nincsen gond. Nézzük meg akkor a main layoutot, ugye ezt még egy picit ki kell javítani, ez a main button lesz a neve, az értéke pedig main text. Mentünk, mindjárt megnézzük, hogy jó-e, nagyszerű, és akkor még ezen elhelyezünk egy edit, ö, bocsánat, ezen elhelyezünk egy text view-t, ide fölé, nagyon jó forrás nézett, kilökjük az ID-jét, és itt a textet átírjuk, kukat, string main text. Nagyon jó, nézzük meg a design nézetbe. Main activity, main activity, itt van. Jó, akkor most menjünk a kód nézetbe. Most itt a kód nézetbe kell ugye megírni az alkalmazásnak a logikáját. Előtte még bemásolom, az alkalmazás névnek az azonosítóját is, tehát ezt innen szépen kitörlöm, kukat, string per application name, tehát ezt is most már erőforrásba vesszük. Ebből majdnem minden megmaradhat, kivéve ugye a klik eseménynek a törzse, ezt szépen innen kitöröljük, valamint erre a count sincs szükség. Tehát az onkrét metódus fölülírjuk, ezt mindenféleképpen meg kell tennünk. Ezután a set content view-ba átadjuk a layout a main layout -ot. itt látható egy XML írja le. Ezen a vizuális fán megkeressük a button-t, mégpedig a resource.id my button helyett, ugye, a main button kellene, még nem látható, ilyenkor F6, újra generálja a plugin az erőforrásokat, és itt van a main button. Megkaptuk a button és ennek a klik eseményére feliratkozunk. Ez már volt, semmi újdonság nincs benne. Most jön a lényeg. Ugye azt szeretnénk, hogy a klikkelés hatására jelenjen meg a Second Activity a készülékünk képernyőjén. Ez egy komponens-komponens közötti feladat, amit ugye tudjuk, hogy úgy lehet megoldani, hogy egy intentet küldünk a pici kis zöld robotunknak. Tehát az intent objektum, a mi kis levelünk, hozzunk létre tehát egy intentet, szándékunkat fejezzük ki, és most pedig többféle paraméter mellett létrehozható ez az objektum, nekünk a következő kell, context és type. A kontext lesz maga az activity, amit itt látunk, ami ugye a kontextból van leszármaztatva, ezért nyugodtan beírhatjuk azt, hogy this vesző, és jönni fog a second activity -nek a típusa. Tehát type of second activity. És szépen elkészült a mi szándékunk. Itt még azért áthilom mert csúnyán alatt az, hogy main activity. Tehát itt vagyunk újra a klik esemény törzsébe. Ezt az intentet kell most elküldenünk az Android OS felé, tehát this start activity. Ugye igazán ez a tartalma a mi szándékunknak, ugye, hogy mit szeretnénk a, a rendszertől. És adjuk át neki ezt az intentet. Így. Készen is vagyunk, most menjünk át a Second Activity-be, és itt is hozzuk létre először a layout tehát Set Content View Resource Pötty Layout Pötty Second Layout van. Ezután tegyük ki a gombot, amit a second layer ott tartalmaz. Ugye find view by id típusa button resource id és second button. Ennek a buttonnek és a click eseményére iratkozzunk fel. ebben nincs semmi újdonság. És itt a feladatunk az, hogyha a Second Activity betöltődött, és a rajta lévő gombot megnyomjuk, ami ugye az a val, hogy Back, akkor ez az Activity záródjon be, és jöjjön elő, hogy hát szedje elő a stackből a rendszer a Main Activity-t. Erről majd még fogunk beszélni, hogy ez milyen mechanizmus is. Most legyen annyi elég, hogy egy Activity-t, a dis Finish metódus Meghívásával tudunk bezárni. Ezzel elvileg, hogyha jól rád gondolom, akkor végeztünk is. Tehát main activity, second activity, nézzük meg, tehát hozzuk be az emulátort. Hát igen, ezt mindig benézem. Csak összejön egyszer az emulátor, hogy maradjon itt. Indul a fordítás, és hát, ahogyan szoktam mondani, remegő gyomorral várjuk a fordítás eredményét. Reméljük, hogy meg fog jelenni az alkalmazásunk a virtuális eszközön. Igen, meg is jelent. Ugye látható, hogy Sandroid 2 Activity, Main Activity, ez a text rajta a gomb hogy main activity, megnyomjuk, megjelenik, hogy second activity, a back pedig visszajön az, hogy main activity, hát azt elvontottam, hogy ennek a felirata nem jó, ennek ugye second activity-nek kell lenni, ezt mindjárt kifogjuk javítani, de látható, hogy most már két activity között tudunk váltani. Csak azért, hogy a forráskód szép legyen itt az előforrás állományban, ugye Main Button -ön, ö, a felirat jó is, csak nem jó előforrás azonosítót adtam meg neki, tehát a main XML az előforrásnál main ö, button textet kellett volna, és akkor minden bizonyal, hát nézzük is meg, most már helyes is, tehát újra fordítsuk le, és még akkor egy pár gondolatot elmondok ezzel kapcsolatban, míg ez megtörténik. Ugye a legfontosabb az, hogy most már két activity van, és nem csak az első activity hanem a második activity is be kellett volna regisztrálnunk az Android Manifest állományba. Egyébként ez meg is történik, csak mi most ugye ezt nem tettük meg, se XML írása, se grafikus felület segítségével, mert ugye az osztályok előtt látható activity attribútummal maga a Samarin plugin megteszi ezt helyettünk. Már is itt vagyunk, elkészült a fordítás, main activity, start, second activity, ez most már logikus, second activity, többször is kívva, hogy azért biztos, ami biztos, majd back. Tehát elkészült ez az egyszerű kicsi alkalmazásunk, szerintem nagyon egyszerű és talán átlátható példa arra, hogy hogyan is lehet activity között váltani. És akkor még zárásként még egyszer, ugye az Activity-be elhelyezett értékeket a Samarin plugin a Manifest állományba belefordítja, és vegyük észre, hogy itt a Second Activity-nál is van egy Activity attribútum, tehát ez is ugye regisztrálni fogja az Android Manifest állományba ezt az Activity-t. Egyelőre ezzel ennyit, a nagy kérdés csak az, hogyha az egyik activity mondjuk kiválasztunk egy listából egy elemet, akkor ennek a kiválasztásnak az eredményéről mondjuk hogyan tudjuk tájékoztatni a main activity-t. Tehát adatokat hogyan tudunk átadni activity között, ez lesz a következő példánknak a témája.